kifencedik fejezet Tupenceből háztartási alkalmazott lesz. Amikor Tommy elindult a két férfi nyomában, tupence össze kellett szednie minden önuralmát, hogy utána ne menjen. Mégis visszatartotta magát és azzal vigasztalódott, hogy az események igazolták a haditervét, az a két férfi kétségtelenül a második emeleti lakásból jött, és a vékony szál, a rita név, és Mét Jane Finn ellenségeinek nyomára vezette az ifjú kalandorokat. Az a kérdés, hogy most mit kell tennie? Tudtce nem szerette megvárni, még Fűnő a lába alatt Tominak most volt dolga bőven, és mivel ő nem csatlakozott a fiúhoz, nem igen tudta, hogy mit csináljon. Visszament az előcsarnokba, ahol a kis liftes fiú most a részvereteket fényesítette, közben hangosan és nem is nagyon hamisan fütyülve a legújabban fölkapott nótát. A fiú hátra nézett, amikor Tuppence bejött. Tuppenceben volt valami az utcakölykök természetéből és mindig jól értett a fiúk nyelvén. És most arra gondolt, hogy soha se árt, ha az embernek szövetségese van az ellenség táborában. Na, William, szólt jókedvűen, mintha ismét a kórházban lenne, és korán reggel találkoznék a liftes fiúval, szép, fényes lesz minden. A gyerek már is vigyorgott. Elbőrt, Miss, javította ki. Elbőrt, és nem William. Legyen elbőrt, bólintott Pence. Sokat mondóan végignézett a csarnokon. Félt, hogy elbőrt, nem veszi észre, és szándékosan jól aláfestette ennek a tekintetnek a rejtélyességét. A gyerek felé hajolva, halkan mondta, mondani akarok valamit magának, elbőrt. Elbőrt, abba hagyta a munkáját és bámészkodva eltátotta a száját. Nézze! Ismeri ezt? Széles, színpadias mozdulattal hátrecsapta a kabátja bal oldalát, valami kis zománcos jelvényre. Egyáltalán nem volt valószínű, hogy elbőrt, ismerje sőt nem is lett volna kedvező Tuppens terveire, ha megismeri, mert ez a jelvény bizony csak annak a helyi tanfolyamnak a jelvénye volt, amelyet Tuppens papája, a tiszteletes, a háború legelején szervezett jelenleg azért volt a Tuppens kabátján, mert pár nappal ezelőtt ezzel tűzött fel valami virágot. Jó szeme volt Tupensnek, és rögtön észrevette, hogy a fiú zsebéből kilátszott valami hárompencs detektívregénynek a széle, és elbőrt, tágra nyíló szemei hamar el is árulták, hogy nem volt rossz a taktika, mert már kapja be a legyet a fiú. Amerikai detektív szervezet. Suttogta Tupens. Elbőrt, beugrott. Szent Isten! Mogyogta elbámulva. Tupens bólintott mint aki mindent megmondott ezzel a pár szóval. Tudja, kit keresek? Kérdezte a világ legtermészetesebb hangján. Elbőrt, még mindig nagy szemeket meresztve, izgatotton kérdezte. Valamelyik lakót. Tudpens bólintott, és fölfelé mutatott a hüvelykújjával. A húszas. Vandemjernek mondja magát Vandemjer. Ha-ha-ha. Valamis vihák. Érdeklődött elbőrt. Svihák. Meghiszem azt az Egyesült Államokban nem is hívják másként, mint. Helyre Rita. Helyre Rita. Ismételte elbőrt, lelkesen. Jaj, hát nem egészen olyan ez, mint a mozi. Valóban olyan volt. Tudpen szértett hozzá, lelkes mozi látogató volt. Annié mindig mondja, hogy még a szemese áll jól folytatta a fiú. Ki az az Annie? Kérdezte Toppens, csak úgy mellékesen. Szobalány, elmegy ma. Hányszor mondta nekem Annie, ne felejtse el a szavamat, elbőrt, cseppet sem csodálkoznék, ha egy szép napon a rendőrség érte jönne és elvinne, éppen így mondta. Hanem azért szép nő, ugye? Elég szemre való mondta, Tuppence, csak úgy félvárról fel is használja a kis játékaiban, nyugodt lelhet. Igaz, viselte már a smaragdokat? Smaragdokat! Azok olyan zöld kövek, ügye! Tudpens bólintott. Azokért keressük. Tudja, hogy ki az öreg rizdale? Elbőrt, rázta a fejét. Peter B. Rizsdale, az olajkirály. Valahogy olyan ismerősnek hangzik, dadogta a fiú. Az övéi voltak a drága kövek. A világ legszebb smarag gyűjteménye. Megér egy millió dollárt. Te jó Isten! Lelkesedett elbőrt, mind jobban és jobban emlékeztet a mozira. Tulpensz mosolygott, tetszett neki, hogy mekkora a sikere. Még nem bizonyítottuk rá egészen. De a nyomában vagyunk. És a szemével intett, jó hosszúra nyújtva a kacsintást, ha nem tévedek, ezúttal nem viszi el szárazon. Elbőlt, újabb felkiáltással jelezte az örömét. Nézze, fiam, erről egy szót ne szóljon. Intette Tupenz hirtelen. Nem is kellett volna szólnom magának, de mi amerikaiak úgy vagyunk, hogy rögtön, már első látásra tudjuk, kivel van dolgunk, Hós, én mindjárt láttam hogy maga, gyes fiú. Nem szólok egy árva szót se. Fogatkozott el bőrt, lelkesen. Nem tehetnék valamit. A nyomában lehetnék, kísérhetném, vagy másképp csinálhatnék valamit. Tulpensz színlelte, hogy gondolkozik, aztán a fejét rázta. Jelenleg nem, de nem fogok magáról megfeledkezni. Mondja, fiam, mit is mondott az előbb arról a szobalányról. Megy el! Annié! Nagy veszekedés volt odafönt, meg is mondta Annié, hogy manapság a cseléd is valaki, nem lehet az emberrel akárhogy bánni azért, mert cseléd, és azt is mondta Enié, hogy ő megmondja mindenkinek, és nem is fog egy hamar cseléd akadni erre a helyre. Nem fog. Ismételte Tupence elgondolkozva. Vajon? Valami az eszébe jutott. Pár percig gondolkozott, aztán elbőrt, vállára tette a kezét. Nézze, fiam, gondoltam valamit. Mi lenne, ha maga azt mondaná, hogy van valami unokanővére, aki talán jó lenne erre a helyre? Úgy érti? Értem hát felelt Elbőrt, gondolkozás nélkül. Bízza csak rám, Miss, elintézem én az egész dolgot két perc alatt. Ügyes fiú! Mondta Tuppens helyezlően. Mindjárt megmondhatja azt is, hogy a lány rögtön beállna. Aztán tudassa velem, és ha rendben van minden, holnap 11 órakor itt leszek. Hová tudassam? Rita felelt tuppensz röviden Kauli névre. Elbőrt, irigykedve nézett végig a leányon. Jó foglalkozás lehet ez a detektíveskedés sóhajtott. Bizony az hagyta rátópenc főleg, mikor az öreg rizsda lefizeti a számlát, de ne búsuljon, fiam! Ha ez sikerül, maga is jól jár! Túlpenc ezzel az ígérettel búcsúzott új szövetségesétói és gyors léptekkel hagyta ott Sáuzodléman-Sionst. Meg volt elégedve a délelőtt munkájával. Nem volt vesztegetni való ideje, egyenesen visszament a ricbe. Onnan pár szóban mindent megírt Mister. Kártőrnek. Már elkészült a levéllel, de Tomi még nem került elő. Egyelőre nem törődött ezzel, mert hosszú vásárlókörútra indult, és hat óra lett, mire haza került. Igaz, hogy közben megteázott és habos süteményt is evett, de mégis fáradtan tért haza a szállodába. Vásárlásaival nagyon MTG volt elégedve. Az egyik olcsó áruházban kezdte, aztán elment pár üzletbe, ahol másodkézből való ruhákat vett, végül pedig betért az egyik jó nevű fodrász üzletbe. Hálószobájának magányában kicsomagolta azt is, amit ott vett és öt perc múlva mosolyogva néztem magát a tükrében. Olyan szemöldök festővel, amilyet a színésznők használnak, kicsit átrajzolt a szemöldökének vonalát és ez a frissen szerzett, dús szőke haj segítségével úgy megváltoztatta az arcát, hogy szentül hitte, hogy Vitintön még akkor se ismerheti meg. Ha szemtől szembe kerülne is vele. Betéteket fog viselni a cipőjében és a szobalány kötényé és főkötő mindennél jobbá ruha lesz. Kórházi tapasztalatiról nagyon jól tudta, hogy gyakran még saját betegei sem ismerték meg az ápolónőt, hanem nem viselt ruhát. Igen mosolygott Tuppence hamiskásan a tükörképre bólintva te meg fogsz felelni. Aztán ismét felvette rendes ruháit. Egyedül vacsorázott, és kicsit árvának érezte magát. Csodálkozott, hogy Tomi még nem jött vissza. Július se került elő, de ezt Tupenz könnyen megmagyarázta. Július nem csak Londonban sürgetett mindenkit, és az ifjú kalandorok már megszokták, hogy időnként eltűnik, aztán megint megjelenik. Az ilyesmi állandóan napi renden volt. Egészen természetes lenne például, hogy Július P. Hershimmer 5 perc alatt elhatározta, hogy Konstantinápolyba megy, ha azt sejti, hogy ott rájön eltűnt unokanővérem nővérem nyomára. Ez az energikus fiatalember sikeresen megkeserítette egy néhány úrnak az életét a Scotland Yardban. A tengerészeti minisztérium telefonos kisasszonyai is jól ismertek és rettegték az ismerős Hellor. T3 órát töltött Párizsban, hogy megsürgesse a prefektúrát, s amikor onnan visszatért, meg volt győződve, hogy a rejtékulcsát csak Írországban lehet megtalálni. Ezt az eszmét minden valószínűség szerint az egyik, sok sürgetéstől kifáradt francia tisztviselő adta neki. Most biztosan odarohant gondolta Tuppens. Hát ez mind szép és jó, de roppant unalmas. Itt ülök ezzel a sok érdekes hírrel, és a világon senki sincs, akinek elmondhatnám. Tommy igazán sürgönyözhetett volna, vagy csinálhatott volna valamit. Vajon hol lehet? Az lehetetlen, hogy elvesztette a nyomot, ahogy mondani szokás. Erről jut eszembe Miss Kauli abba hagyta a gondolkozást és magához intette az egyik fiút. Tíz perccel később, kényelmesen elhelyezkedve az ágyán, olvasta Garnaby Williams, az ifjú detektív, történetét. Ez volt az, amit néhány három rémregénnyel együtt a fiúval hozatott a legközelebbi újságos pavilomból. Úgy érezte, és ebben teljesen igaza volt, hogy jó lesz a szakirodalommal foglalkozni, mielőtt Albertel újabb tárgyalásokba bocsátkozik. Reggel ez a levél jött Emmer Czartertől. Kedves Miss, Tuppens. Nagy szenten indult és gratulálok a szép eredményhez. Költelességemnek tartom, hogy még egyszer figyelmeztessem arra, micsoda veszéllyel játszik, ha a levélben említett szándékát megvalósítja, ez a veszély még fokozódik. Teljesen elvetemült emberekkel lesz dolga, akik nem ismernek se kegyelmet, se irgalmat. Attól tartok, hogy alábecsüli a veszedelmet, és ezért ismételten figyelmeztetem, hogy nem ígérhetek semmiféle védelmet. Nagyon sokat ér nekünk az, amit már eddig is közölt velünk, és ha most vissza akar vonulni, senkinek sem lehet ez ellen kifogása. Kérem, minden esetre jól gondolja meg a dolgot, női előtt elhatározza magát. Ha figyelmeztetésem ellenére mégis végre akarja hajtani a szándékát, készen fog találni mindent. Ön két évig volt Miss, Dufferin-nél, cím, Lanei, Paplak és MRS Vandemir ott érdeklődhetik. Megengedi, hogy egy-két tanácsot adjak. Maradjon meg az igazság mellett, amikor és amennyire lehetséges, ezzel csökken az elszólások veszélye. Azt ajánlom, hogy annak mutatkozzék be, ami tényleg. Volt ápolónő, akiből háztartási alkalmazott lett. Jelenleg sok ilyen van. Ez meg fogja magyarázni mindazt, ami a hangjában vagy a modorában egyébként feltűnhetne és gyanút kelthetne. Bármilyen lesz is az elhatározása, sok szerencsét kívánok, őszinte barátsággal. Mr. Carter tulpence nagyon jó kedvelett ettől a levéltől, bár Mr. Carter figyelmeztetése írott malaszt maradt. A fiatal lány Annyira bízott önmagában hogy ügyet sem vetett Mr. Carter aggodalmaira. Kicsit sajnálta, hogy nem játhatja végig azt az érdekes szerepet, amit kigondolt. Noha fél percig se kételkedett, hogy elég ügyes, hogy bármi hosszú időn át eljátszon bármilyen szerepet, Józan esze rögtön meggyőződött T. Mr. Carter érveinek helyességéről. Tomitól még most sem jött semmiféle üzenet, de a reggeli posta meglehetősen piszkos levelezőlapot hozott, rajta bizonytalan hetükkel mindössze két szó, minden rendben. Fél tizenegykor Tuppence büszkén nézegette azt nő kissé kopott a amibe elrakta új holmiát. Kellő művészettel volt megkötözve. A leány csöngetett és kissé elpirult, amikor rendelkezett, hogy tegyék föl a ládát a taxira. A Paddington pályaudvarra hajtatott és ott a ruhatárban hagyta a ládát azután kézításkájával bezárkózott a hölgyek várótermébe. Tíz perccel később az átalakult Tuppence nyugodt komolysággal lépett ki az állomásról, hogy felszálljon az egyik villamosra. Pár perccel tizenegy után ismét a South Mansionz Mansions előcsarnokában állt. Elbört, folyton figyelte, hogy nem jönne már, és közben csak színlelte, hogy rendes munkáját végzi. Mikor aztán Tuppens belépett, először nem ismerte meg. Amikor végre megismerte, nem tudott betelni a csodálkozással. Soha meg nem ismertem volna. Ez aztán nagyszerű maskara. Örülök, hogy tetszik magának, elbőrt, felelte Tuppence szerényen. Igaz, mondja, az unokanővére vagyok, vagy nem vagyok az unokanővére. És a hangja. Kiáltott a fiú lelkesen hisz olyan angolos kiejtéssel beszél, mintha itt született volna. Nem, azt mondtam, hogy az egyik barátom ismer valami lányt. Annienak nem nagyon tetszett. Itt maradt máig, ő azt mondta, hogy szívességből tette, de csak azért maradt, hogy magának elvegye a kedvét ettől a helytől. Jó lány. Bólintott tuppensz. Elbőrt, nem értette a gúnyt rendes lány, és az ezüstöt úgy tartja, hogy öröm ránézni. De mondhatom, hogy olyan mérges tud lenni, hogy no. Most mindjárt fölmegy, Miss. Tessék belépni a liftbe. A húszas számot tetszett mondani. És intett a szemével. Tudpensz szigorú tekintete elhallgattatta. A leány beszállt a liftbe. Amint a húszas számnál csengetett, érezte, hogy elbőrt szemei lassan süllyednek a föld alá. Ügyes, fiatal nő nyitotta ki az ajtót. A hely véget jöttem, mondta Tuppence. Vacak hely, mondta pillanatnyi gondolkozás nélkül a nő igazi vénsárkány. Mindenbe beleülti az orrát. Azt mondta rólam, hogy megnézem a leveleit. Hogy én. Különben is félig nyitva volt a boríték soha sincs semmi a papírkosárban, mindent eléget nincs rendben a szénája, annyi bizonyos. Drága ruhái vannak, de nem igazi jólinő. A szakács né tud valamit róla, de a világért sem árulná el, úgy fél tőle, mint a tűztől. És milyen gyanakró természetű. Egy perc alatt ott van, ha csak kicsit beszélget is az ember valakivel. Azt mondhatom, hogy. De, hogy ezen kívül még mit mondhatna Annie, azt tulpenz soha se tudta meg, mert abban a pillanatban különös, a célos csengésű hang kiáltott ki a lakásból. Annie. Az ügyes, fiatal nő akkor átugrott, mintha puskából lőtték volna ki. Igenis, nagyságos asszony. Kivel beszél? Jött valaki az állás véget, nagyságos asszony, kérem. Akkor vezesse be. Igenis, nagyságos asszony. Tulpenzté bevezették az egyik szobába, a hosszú folyosó jobb oldalán. Már nem egészen fiatal nő állott a kandalló előtt. Kétségtelenül gyönyörű lehetett valamikor, bár vonásai megkeményedtek és eldurvultak az évek során, de azért most is szét volt a nyakánál felcsavarva viselte világos aranyhaját, melyen kétségtelenül meglátszott a fodrászok művészete. Szórós, a célkék szemével úgy nézett az emberre, mintha a lelkébe is bele tudna látni. Kitűnően szabott, könnyű ruhája még jobban kiemelte alakjának szépségét. De karcsú és hajlékony termete, épp úgy, mint arcának tökéletes szépsége, nem tévesztette meg tupence -té, aki ösztönszerűleg megérezte, hogy a megtévesztő külső alatt kemény, fenyegető, acélos erő rejtőzik, amit hangjának szigorú csengése és szemeinek szűrös tekintete nyilvánvalóan elárult. Tupence most először érezte, hogy fél. tól nem félt, de ez az asszony ez más volt. Szinte elbűvölten nézte a piros szájnak kegyetlen, hajlott vonalát és ismét érezte, hogy átszalad rajta valami hideg rémület. Elhagyta szokott önbizalma. Valahogy megérezte, hogy sokkal nehezebb rászedni ezt az asszonyt, mint vittintont. Eszébe jutott Mr. Carter figyelmeztetése. Itt bizony nem számíthat kegyelemre. Az ösztönszerű félelem azt súgta neki, hogy legjobb lesz sarkon fordulni és menekülni, de Tuppence leküzdötte magában ezt az érzést, és nyugodtan, tisztelet teljesen viszonozta leendő úrnőjének tekintetét. Úgy látszik az első benyomás kedvező volt. MRS Van Damier rámutatott az egyik székre. Leülhet. Kitől hallotta, hogy szükségem van szoba leányra? Az egyik ismerősömtől, aki jó barátja az itteni liftes fiúnak. Azt gondolta, hogy ez a hely talán jó lesz nekem. A gyilkos tekintet ismét rászegeződött. A beszédjéből ítélve jó nevelésben részesült. Tud Pencenek jól pergett a nyelve, amíg elbeszélte a Mr. Carter tanácsai alapján kigondolt életrajzát. Mi alatt beszélt, az volt az érzése, hogy emmeres van Demjer nem néz rá azzal a feszült figyelemmel, amivel eleinte vizsgálta. Éltem szólalt meg végül. Van valaki, akinek írhatnék, és akinél érdeklődhetném maga iránt. Utoljára Miss, Dufferinnél dolgoztam, Lenőliben, a paplakban. Kél évig voltam ott. És aztán azt gondolta, hogy több pénzt kereshet, ha Londonba jön, ugye? Na jó, én nem bánom. Adok magának 50 fontot. 60 fontot amennyit akar. Be tud állni rögtön. Igen, nagyságos asszony. Ma is, ha kívánja. A csomagom a Paddington állomáson van. Akkor üljön taxiba és hozza el. Könnyű helye lesz nálam. Sokat vagyok távol hazulról. Igaz, hogy hívják magát. Prudence, cúpőr! nagyságos asszony. Jól van, Prudence. Menjen el és hozza el a holmiát. Villás reggelire nem leszek itthon. A szakácsné majd megmutatja magának mindennek a helyét. Köszönöm, nagyságos asszony. Tudpensz kivonult. Az ügyes Annié nem volt látható. Len az előcsarnokban roppant tekintélyes portás és elbőrt, a háttérbe szorult. Tudpensz rá se nézett, hanem egyenesen kiment. A kaland megkezdődött, de Tudpensz jó kedve alább hagyott. Arra gondolt, hogy ha az ismeretlen Jane Finn ennek a Mrs. Vendő a kezei közé került, akkor nehéz sora lehetett.